borzasztó nehéz. Meg rákérdezhetek? Na, az első az, hogy van-e, eddig jutottam, hogy van-e. Én egy kicsit most nem. Itt a első. Az első, ez volt a második, akkor a második az, az, hogy a zsidó vicc, az interakció, valami ilyesmi, és a harmadik, hogy nem lehet igaz. De ezeket te a végig mondtad sorjába, és ezek nagyon jó észrevételek, és ezekre én válaszolnék is, de mondom, nem tudtam. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy egy éve körülbelül engem ért egy katasztrófa, egy katasztrófa. Nem vagyok már az, aki voltam. De az nagyon jó esett, hogy meghívtatok, és itt vagyok, és minden. No, hogyha esetleg el tudnád ismételni ezt a három dolgot. Jó, egy könnyítő kérdésem van. Igen, parancsolj. Azt, hogy én ilyen fókuszolva miket fogalmazok meg, az nyilván abból lehet, hogy olvasom szöveget, olvasom, ez érdekes, kijelölöm sárgával, és legyártok egy mondjuk kijegyzetelt változatot, és utána kezdek belefulladni a saját, akkor 49 oldal volt ez a kisztötyizett rész, akkor úgy döntöttem, hogy na jó, ha újra akarom olvasni a könyvet, hogy egy értelmező kis kártét adni hozzá, akkor ez jó játék, de különben valami ennél deriváltató. Talán ezt a három kérdést meg tudom. Igen, az alapkérdésem az, hogy neked volt egy jó kis sükszös filozófia, meg gondolkodástörténeti altréd, vagy ráindulásod, és nekem valahogy az a idézet is a Berger-rék valóságkonstrukciós kötetét, valami az életvilág kérdés. Lehetséges, hogy nyakig ülünk ebben az elemzésben? Tehát, hogy te mint egy életvilág kérdésként... Ez az első, hogy akar. Ez igen, összefoglalom, mint a házat, mert ez a van-e, vagy ez a komlós idézetből fakadó, meg az, hogy akkor ez egy hárítási, egy közösségi reflexiós, vagy interakciós szint, hogy bekerül a zsidóba. Annyi részletes, pontos, érzékeny distinkciót teszel a kötetben, hogy még egy kijelölöm, akkor nem is próbálom elhozni a kötet változásának a feladatát. Ez egy kulcs kérdés. Nem értem. Nem ugyanazok ezek a, mint az a három volt, amikor elmondtad a dolgokat, de nem tudtam jól feljegyezni, hogy nem is tudtam most válaszolni rá. De most mondok valamit, ami valószínűleg mind az egészre válasz, az, hogy kérdezzék, hogy konkrétat. Jó, itt a konkrétat és a konkrétat. Az én egészség állapotban. Vagy a közönséget kérdezzük meg, hogy mert igencsak, hogy egy átadnának el szólt, hogy vagy nem. Maradjunk abban, hogy most kérdezzük. Konkrét kérdést tudjuk kaphatni. Jó. És akkor én arra... Én úgy éreztem, nem szövegszerűen nehéz megjutatni, hogy a sütszféle zárt jelentéstartományok gondolat, és az a vállalásod, hogy felismerjük, hogy ez a zsidó vicc, ha nem lehet igaz, hétköznapi logikára szerinti valamilyen hatása, ez az impresszió, de ha nem áll. Kicsit egy szemüvel, hogyha megkérdezzük. Jó? Igen. Ezek a mindennapi praxisban, illetve az interakciós társadalmi környezeti mechanizmusokban valóban csak mint irodalom érvényesülnek-e, vagy pedig, ahogy például a Paprihár Bezzeg a Nirapén kötetében, 600 körülbelül változatot ír le, vagy legalábbis minden viccnek több változatát, attól függően, hogy a közegben, ugyanabban a vetlen téri közösségben
ima utáni tracsipacsiban az utcán sétálva, kik vannak jelen, kik másképpen interpretálják, az, hogy ez nem úgy van, azt én jobban mondom el. Nem tudok ebben véleményt mondani, nem is fogom, úgyhogy ez az én alkalmazásom. Tehát, hogy neked élősítok a régi impressziókat? Nem. Én elmondom neked, hogy mi az én érzésem ebben kapcsolatban. Ez a dolog, ez a zsidó vicc, opusz, vagy micsoda, ez a zsidóságnak egy óriási nagy értéke. Ez semmilyen más népnek ilyen jellegű vicckultúrája nincs, és ezt bármilyen túlzás nélkül mondhatom, hogy ez a zsidóságnak egy óriási nagy pozitív, hogy van egy ilyen vicckultúrája. Ez az első tézis. A második tézis az, hogy ebben természetesen az önmaga denigrálása épp úgy benne van, mint a bárkinek a denigrálása, aki kézhez, aki akad. De ez azért van, mert a denigrálás az egyúttal saját magára is vonatkozik, tehát ez a mentsége a denigrálásnak, hogy önmagát is denigrálja, és az egész világot is denigrálja ebben a vicckultúrában, és ez teszi a vicckultúráját a zsidóságnak egy különleges vicckultúrában, mert minden más népnek, és én ezt nyugodtan elvállalom, hogy én itt a zsidóságot kitüntetettnek tartom ebből a szempontból. Minden más népnek a vicc kultúrája, vagy a valamilyen kultúrája, az átcsúrog, mit tudom én, mindenféle dolgok vannak benne, nem ilyen egy öntetű, nem ilyen évszázadokon keresztül ugyanaz a tónus jellemzi, és ez azt hiszem, hogy a zsidóságnak nagyon jellemző. Azért nagyon ekvivalens, illetve nagyon helyes, hogy ezt ebben az épületben is beszélünk erről a dologról, mert hiszen ez a zsidóságnak, mint olyannak az egész zsidóság teljesen. Na most, egyébként nagyon változatosak a zsidó viccek. Úgy, ahogy én gyűjtöttem őket, hát elég sok hely, itt a források megjelennek, az a 20 különböző kötetben gyűjtöm össze, és megjelölök a valamiket honnan. Itt a nagyon alapilag és mindenfajta szempontból, ami egy másfajta összosztályozás lenne, mint az enyém volt, de minden esetre ez az alapi osztályozás is azt mutatja, hogy itt a zsidó vicc az egy olyan irodalmi műfaj, amelynek nincs párja, és én nem hiszem, hogy van még egy olyan folklorisztikus dolog, ami ilyen rangra tehető más népeknél. Úgyhogy én ebben feltétlenül zsidó párti vagyok, méghozzá úgy zsidó párti, hogy valahogy nem szabad, hogy én sokkal többre értek el a zsidóságot, a zsidóság vicc kultúráját, mint bárki másnak a vicceim. Ez ki is derül a szövegből, úgyhogy én ezt azért mondom, mert teljesen egyébként a zsidó vicc, az igazi nagy formátú zsidó vicc, az olyan, hogy nem elemezhető. Tehát egy nagy paradoxon van a mélyén, és amikor eljutunk odáig, hogy megérezzük ennek a paradoxonnak a mienségét, akkor tulajdonképpen elveszik magunk a talaj, és nem tudunk tovább jutni, nem tudunk
sehova se jutni. Visszakerülünk az elejére, megint visszakerülünk a végére, össze-vissza bucskázunk, és ez a paradoxonnak egy jellegzetessége, hogy önmagában visszatér, és na, erről nem tudok most többet mondani, ez azt hiszem, hogy érthető. Úgyhogy ezt külön értékének tartom a Judovicnek. Most pedig arra kérlek, hogy tegyél fel egy kérdést. Ehhez kapcsolódóan az a kérdésem lenne, hogy amiként te már a bevezetőben Freudot is idézett, mint egyik legnagyobb elmét, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és a kötet későbbi oldalain, a vége felé még több, számos olyan a hétköznapi gondolkodást, hétköznapi és nem zsidós értelmezést idéző közhelyes megfogalmazás van, amit én úgy érzek, hogy azért kerülök a kötetbe, hogy érthető legyen olyanok számára, akik nem csak a epistemológiai felnőtt kapuk várban járatosak. Az a kérdésem, hogy most ezzel a mondattal, hogy a zsidóság vicskultúrája abszolút egyedi, ezzel részben nem, hogy egyetértek, hanem örömmel értek egyet, mert tényleg élmény és élvezet voltak őket, vicceket is, még az értelmezéseket is, meg a változatokat is. De hogy ezt ilyen specifikus, ha lehet így kérdezni, etnikai, vagy kulturális, vagy szakrális-kulturális dobozba kell pakolni, avagy ez egy minden más népnél is valami módon megjelenő valami. Mondjuk lehet, hogy az északi népek, mint amilyen, vagy az észak-afrikai túlregeknek nincs akkora vicskultúrája, de viszont mondjuk a hangszeres elbeszélő művészetben ugyanannyit mondanak el, amennyit mondjuk a zsidók számára a zsidó vicc mondanak. Akkor megpróbálok válaszolni, ezt kezdem érezni. Nem értek egyet. Én azt mondom, hogy a zsidó vicckultúra egy nagyon különös kultúrája a zsidóságnak, amelyben mindenkit ver. A földkerekség összes népét veri. Most már úgy nagyjából ismerjük a földkerekséget. A népeit vannak, hogy 6000. Az, hogy valakinek másfajta kultúrája is van, azt hiszem, hogy ez nem biztos, hogy igaz, mert, vagy hogy miért való, mert a vízkultúrában nagyon sok minden egyesül, és ezt én úgy érzem, hogy a zsidóságnak. Nincs neki, a zsidóságnak nincs, szinte nincs is más egyesítő tényezője, mint az, hogy a viccek. Én azt hiszem, hogy a zsidóságnak a legjobb összehozó és összetartó ereje. Nem is összetartó, hanem a azért éppen a vicckultúrája. És ez a legostobább zsidóba is megvan, azt kell mondanom, bizonyos szinten különbségek persze vannak, de alapvetően megvan, az ostoba zsidóba is megvan, meg a primitív zsidóba is megvan, úgyhogy ezt én egy rendkívül fontos kulturális koffer, úgy vélem, amiben a zsidóság útnak jön. Van kérdés, tessetőség. Egyetértek veled, amit a zsidó diszkultúrának az egyediségéről, de nem egyetlenségéről mondtál, és ez úgy elgondolkoztatott engem. Én ebben a zsidó diszkultúrában nőttem fel, én ezt magamének kérdezem, ezt azt mondjam, az én kultúrának is a része. De eszembe jutott, miközben mondod, hogy másképpen ilyen jellegű zárt vízkultúrája nincs, egyszer 30-valahány évvel ezelőtt angol barátaim, szintén zsidók, elvittek Londonba, egy kabaréba, ír kabaré volt,
írvíceknek a tudatja, hogy öntötték a közönséget. Az a közönség, amelyik a teremben volt, ennek a ír többségű része gurult a nevetéstől. Minket, akár engem, akár a zsangó barátaimat, valahogy ez így nem tudott megfogni. Ők ismerték persze ezeket a vicceket, meg nekik nagyon sok ír ismerősük, meg rokonuk is volt. Tehát ők felfogták, hogy mi az ír vízkultúrának a része, de nem hatott az a humorra, mint ahogy a zsidó humor sem hat olyan értelemben egy nem zsidóra, mint ahogy mindannyiunk. De én azt érzékeltem ott, és ez most felidéződött bennem, hogy hát az íreknek van egy ugyanolyan zárt vízkultúrájuk, mint nekünk, ami ugyanúgy a sajátjuk, és valószínűleg az ír közösségen belül egy ugyanolyan értéket képvisel, mint amilyen. Mint nekünk, az a magyar vízkultúra, a zsidó vízkultúra. Igen. Biztosan érintkezések vannak, de nem tartom olyan kilombozottnak és olyan teljesnek és olyan, mint a zsidó vízkultúra. Nem ismerem annyira az ír vízkultúrát, meg nem tudom. A zsidó vízkultúrát itt taxatíve én nem jöttem neki, hogy most tudom, mert igen, meg jöttem, meg végig tudom, milyen típusú. Itt inkább az, hogy az életnek minden részét behállózva, ezt próbáltam itt illusztrálni. És mindegyik élvezetes, én ezt tapasztaltam, úgyhogy nem tartom az ír vízkultúrát. Persze nagyon érdekes, meg sok figyelemre méltó. Én magam is ismerek egy-két dolgot ebbe a nembe, de nem, hát az angol vízkultúrát is ide lehet hozni akkor tulajdonképpen, meg a franciát, meg stb. A németet, és itt tovább minden népnek vannak bizonyos vicc, kultúrái vicc. Én kérdeztetek erről? Igen, parancsolj, hát nem tudom, hogy jó-e így a válasz. Nincs. Eddig is kérdeztettél, parancsolj. Nem akarok itt előtérbe tarakodni. Igyek rá. Péter. Jó. Hogy két kérdésem, vagy megérzésem volt, az egyik a Miklósnak, amióta én most olvastam, amikor ennek a kötetnek a mikrofonban, akkor olvastam el a neten a kötetet, és azóta nagyjából ezen gondolkodom, hogy vajon igaz-e az a tízése Miklósnak, hogy a zsidó viccek azok nem a szónak a hétköznapi értelmében igazak, hanem irodalmi értelmében igazak. Tudnék a dolgot meg is lehetne fordítani, és azt lehetne mondani, hogy minden lehetséges vagy potenciális irodalmi műfaj között a vicc az, ami leginkább a szónak a hétköznapi értelmében igaz. Abban az értelemben, hogyha ugye valaki novellát ír, vagy bármilyen regényt ír, tehát amilyen hosszabb történetet ír, akkor ott ugye olyanfajta egyénítés történik, hogy a regényben, egy regényben szereplő mondjuk boltos, vagy egy regényben szereplő arisztokrata, aznak nem feladata, hogy a boltosok és az arisztokraták tulajdonságait mindegy szavazásítsa, hiszen neki van egy egyéni története, neki van egy konkrét felesége, volt egy konkrét anyja, és így tovább.
A vicc kultúrában viszont, tehát a viccben koncentrálni kell azt a képet, amit a vicc mesélője, vagy írója, vagy szerzője a boltosról, tehát a zsidó boltos figurájáról, vagy a zsidó boltos figurájáról mondani akar. Ilyen értelemben szerintem relatíve, tehát az összes irodalmi műfaj közül a legkevésbé fiktív a zsidó vicc, bizonyos értelemben szociológiailag értelmezhető, és értelmezhetőbb a zsidó vicc ilyen értelemben szociológiailag, vagy rétegekre, vagy csoportokra nézve, mint a többi irodalmi műfaj. És a másik, majd aztán visszahozunk. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én nem éreztem ilyesmit. Én nem hiszem azt, hogy volna itt egy cezúra a vicc és a valóság között. Én úgy érzem, hogy a zsidó vicc és a leképezett valósága az csak egy része a dolognak, hogy az mennyire létezik, meg stb. Mert az írvízben is valószínűleg ugyanúgy létezik, hogy nem. Itt, amitől zsidó lesz a vicc, az, hogy ezt a dolgot valahogy úgy fogja meg, hogy így fogja meg, így, és bucskázik egyet a logikája, és akkor nem tudom ezt jobban most itt megvilágítani, de ezt a német vicc